városban élők közül tán nincs olyan, aki ne állt volna legalább egyszer Huszár Tibi bácsi fényképezőgépe előtt. A szenvedélyes fotós számtalan felvételt készített hétköznapi és különleges emberekről, kiknek nevét már a történelemkönyvek hasábjain láthatjuk viszont, de gyűjteményében régi korok fényképészmestereitől is őriz fotókat. A több mint fél évszázados fényképészi pályafutása sem hétköznapi módon kezdődött. Egy ismerősömnek, akinek kifőzdéje volt, nem tudta az illető kifizetni a cehkét, és egy fényképezőgépet hagyott ott nála. Most ez a Mariska néni ugye felajánlotta nekem, hogyha kifizetem az étkezési díját ennek az embernek, akkor odaadja ezt a fényképezőgépet. Azelőtt az édesapámnak volt egy fotós, nagy amatőr volt, és ő nekem már mesélt arról, hogy a aranyfürdő, meg sós, konyhasó oldattal hívta elő a filmeket, illetve nem filmeket, hanem üveglapokat. És én az gyerekkoromban is nézegettem, és nagyon tetszett nekem. Amikor lefotóztam a filmet, átvittem a városba, mert szigeten laktunk, ahol villany sem volt, átvittem a Mohács városba, és ott egy Bognár nevű fényképész bácsival előhívattam. És hát ugye megcsináltam róla a képeket, és kérdezgettem, hogy hogyan történik ez, mit csináljuk. Azt mondta, édes öcsém, legközelebb gyere be, beviszlek a sötét kamerába, és meglátod. És akkor szerettem bele abba a csodálatos dologba, amikor ugye a fekete-fehéret vörös fénynél hívják elő, és beletett a tálba, a hívótálba, és élveztem, hogy jött elő a fényképnek a formája. Voltak ilyen hibák a fényképeken, és láttam, hogy valami hegyes valamivel piszkálgatja, átvilágítva a negatívokat. És én is nekiálltam, és hát mellé fogtam, mert egy hegyes tűvel próbálgattam piszkálgatni, és panaszkodtam a Bognár bácsinak, hogy hát nem stimmel, mert még rosszabbak a képek. Hát mivel csinálod? Aztán mutattam neki. Ó, azt mondja, öregem, ez grafit ceruzával kell. Próbáltam a grafit ceruzával, de csúszik rajta a ceruza a filmen. És akkor adott nekem mattolányt, ez egy ilyen gyantás anyag, azzal kellett lekezelni a negatívot, és akkor sikerem volt. Igazi kihívást jelentett a fényképészek számára a személyi igazolványok bevezetése. Mondhatni, tömegesen érkeztek a fényképészekhez az emberek, bár az akkori fotó minősége sokszor hagyott kívánni valót maga után. Akkor ugye nem volt szárítógép, meg ilyesmi, kiterítettük, egy nagy szobája volt a fényképész bácsinak, kiterítettük a képeket, az előhívított képeket, és akkor bejött a János bácsi, vagy a Pista bácsi, és azt mondja, hogy eljöttem a képekért. Mi mondtuk, hogy menjen, ezt a válogassa ki. És hát bizony olyan képek is kezükbe kerültek, azt mondja, ennek van bajusz, akkor biztos én vagyok. Mesterének halála után következtek a katona évek, így a szakvizsgát csak jóval később, 1957-ben tehette le Kaposvárot. Az akkori körülmények a mai automata fényképezőgépek által tüzdelt világban kissé kezdetlegesnek tűnhetnek, hisz ezer emberből egy, ha tudná, hogy miként kell kezelni egy muzeális masinát. Egy hatalmas nagy doboz volt, és nem volt zár rajta, nem volt egy nagy optika volt, és egy sapka, egy takaró lemez, és amikor leültettem a kuncsaftot, akkor azt mondtam neki, hogy na most tessék figyelni, ne pislogjon. Levettem a sapkát, meg visszatettem. Ez volt az expozíciós idő. Úgyhogy ha véletlenül mellé tettem a sapkát, akkor probléma volt. A technikai fejlődés azonban megoldotta ezeket a problémákat, azonban sok fényképész a fejlődéssel együtt járó magas költségek miatt nem tudta tartani a lépést. Ekkor csak a találékonyságára számíthatott. Tibi bácsi több masinát is szerkesztett már fényképész évei alatt, így tudta tartani a lépést a változásokkal, és versenyképes maradhatott a fotós szakmában. Tekercsbe kapjuk a papírt, 175 méteres egy tekercspapír. És valamikor az volt, hogy el kell küldeni Pestre, és egy papírnak a levágása 2 forint 90 fillérbe került. Ugye feladtam a papírt, akkor egy hét múlva jött vissza. Most én szerkesztettem egy olyan automatát, egy olyan papírvágót, hogy beteszem a papírt, és egy óra alatt levágja a 170 méter papírt, eldarabolja.
Persze nem ez az egyetlen találmány, amit hosszú évek alatt maga mögött tudhat a lelkes fotós. Kreativitása révén több olyan problémára keresett gyógyírt, amik egyszerűen kevés költséggel megszüntethetik a szakma hétköznapi gondjait. A meghívókra a végzős fiatalok szerették volna bélyegképet. És annyi összejött, hogy egymás után jöttek hozzám, hogy mikor lesz kész a bélyegkép, mikor lesz a bélyegkép. És egy éjjel nem tudtam aludni, és elgondoltam éjszaka, hogy csinálok egy automatát. És meg is készült, úgyhogy reggel hozzákezdtem, és este már csináltam a bélyegképeket. Úgyhogy egy levelező lapra 10 darab bélyegképet raktam rá. És akkor a következő összejövetelnél megkérdeztem a kollégákat, hogy na hogyan csináljátok a bélyegképet, és mutogatták, hogy az egyik sarokba tesznek, levágnak egy papírt, egyik sarokba beleteszik, és akkor megfordítják. Tehát mindig elmozdul, rengeteg selejt, és akkor elővettem egy ilyen 10 darabos levelezőlapot, és mondom, nézzétek, én így csinálom. Hát hogyan csinálom? És akkor elővettem ezt a egy nappal, illetve egy napos készítésű bélyegkép készítőt, és azt vettem észre, egy pillanat alatt eltűnnek az emberek. Rájöttem arra, hogy mindegyik hozza a fényképezőgépet, le akarta fényképezni. Ah, mondom, nem, hát eltettem, és hazahoztam, és itt van egy nagyon jó barátom, a Kis Gyula tanár volt, és annak elmeséltem, és azt mondta, de jó, hogy nem mutattad meg nekik. Csináltunk róla egy szakrajzot, és beadtuk a találmányi hivatalnak, a találmányi hivatal elfogadta. A fényképezésen túl Tibi bácsi az első közt ismerte fel a videózásban rejlő lehetőségeket. Sokan idegenkedve fogadták akkoriban a nagy szerkezetet, mellyel a legelső felvételeket készítette. Hogy a családdal elmentünk egy nyugati körútra, és Bécsben megálltam egy üzlet előtt. És néztem, hogy kint állok a kirakatban, és mellette van egy képernyő, egy videó, és ott látom magam. Szinte pislogtam meg, mit tudom, mit csináltam, hogy tényleg én vagyok-e az. És akkor bementem az üzletbe, és kérdeztem, hogy hát mi ez? És akkor mondja, hogy uram, nézze meg, ez egy videókamera, és rá lehet tenni a kép, illetve a televíziót, és az visszavetít. És mondom, ez rögzítve, és hogy ne kérem, mindjárt csinált rólam egy felvételt, és lejátszotta. Hő, mondom, ez kell nekem. Mert azelőtt volt egy 8-as filmfelvevőm, és az ugye nagyon kényelmetlen volt. Hát a Losonci Pali bácsinak a keresztlányát vettem föl vele, és hát bizony 5-6 perces, vagy esetleg 10 perces műsor is, nagyon drága, ugye előhívatni meg mitől, és ebben se vegyszer, semmi nem kell, hát mondom, ez nagyon jó. Kamerájával nyomon kísérte a város történetét, és olyan pillanatokat örökített meg, amik megismételhetetlenek. Dokumentációja örökérték, és szívesen a város rendelkezésére bocsátaná. De videó ide, mozgófilm oda, a fotózás szenvedélyes szeretete az, ami a mai napig vonzza, hisz vallja, a fotó az élő pillanatot örökíti meg, míg a videókazetta burkolt dolog. Csak akkor látható, ha jól előkészülünk hozzá. Egy kisgyerek, amikor aranyosan mosoly, vagy kimondja az első szót, vagy elindul, és nincs nála mindjárt a fényképezőgép. Utána már próbáljuk utánozni, de ez nem természetes. Próbáljuk azt mondani neki, hogy na mostan gyere ide, vagy állj föl, vagy mosolyogjál, vagy mit tudom én, ami spontán jön, ami a természetében az az ugye. És sokszor ezt nem tudjuk megörökíteni. A szakma kiváló mestere cím birtokosa máig aktívan űzi hivatását, s bár annak idején nehezen jutott iparengedélyhez, azóta töretlenül őrzi mestersége már-már muzeálisnak mondható eszközeit is a modern felszerelések mellett. Ki tudja. Lehet, hogy az eddig kinevelt sok tanuló után lesz még valaki, aki egyszer segítségért fordul majd Tibi bácsihoz.